Üdvözlök mindenkit egy újabb játékos kis unboxing videóban. Ezúttal nem más fogunk itt kicsomagolni, mint a Witcher 3-at, PC-s kiadást. Látjátok, itt is van, ilyen szép kis dobozban. Ez a normális, egyszerű, közönséges kiadása a játéknak. Egy ilyen kis dobozkában kapott helyet a két DVD-tok tulajdonképpen. Ha ebből itt előbányásszuk, akkor van nekünk szép két DVD-nk, ami nem egy-egy lemezt tartalmaz, hanem sokkal többet. Szépen magyarul írja, hiszen a játék elérhető magyar felirattal is. Magyarul jelz nekünk, hogy játéklemezek vannak benne méghozzá 1-től 3-ig. Ez pedig azt jelenti, hogy nekünk itt nem egy, nem is kettő, hanem mindjárt 3 DVD-nk van. Két rétegű DVD-k, illetve ebben a tokban kapjuk meg a játéknak az alapvető kis könyvecskéjét, ami tartalmaz szokásos, egyszerű kis leírásokat, amit kapunk minden játékhoz, illetve kapunk hozzá egy ilyen kis kézikönyvet is, amiben további információk vannak, illetve itt a hátoldalon található a játéknak az aktivációhoz szükséges kulcsa is, illetve itt a másik dobozban van nekünk még egy negyedik lemez, ami további telepítő lemez, illetve itt egy zene lemez, ami nem kevesebb, mint 31 számot tartalmaz nekünk. Úgyhogy megkapjuk a teljes zenét a játéknak egy komplett DVD-n. Igazából, hogy ez milyen minőségben van, milyen formátumban, és hogy ez DVD vagy CD, vagy mondjuk rá számok sokaságából egyértelmű, hogy DVD-ről van szó. Hát most, hogy ezt esetleg két rétegűre rakták rá, volt-e rá szükség, azt nem tudom. Ezt igazából még nem is néztem meg. Digitális formában is egyébként ugyanúgy letölthető ez az audio tartalom, mint maga a játék. A játék GOG.com oldalon aktiválható be, de hát nem Steam-es, nem Origin, nem Uplay, hanem ez egy GOG-os játék. Kapunk hozzá két ilyen szép kis matricát. És itt van még egy szép kis térkép is a játékhoz. Nem túl részletes, tájékozódni annyira nem lehet rajta, de azért látjátok, szépen kidolgozott, és magyarul írja itt is azt, amit le lehet fordítani magyarra. Maga ez a térkép pedig ilyen régies hatást keltő papírra készült rá, úgyhogy szerintem ez mondjuk rá tök jól néz ki. A játékról hamarosan lesz néhány teljesítménybeli teszt, illetve következik majd egy gameplay videó is. Ennek pedig azt hiszem, hogy itt így ennyi. Jó? Lájkoljátok, hogyha lájkoljátok, diszlájkoljátok, hogyha diszlájkoljátok, esetleg hagyjatok lent egy kommentet, ha éppen úgy érzitek. Addig is köszönöm a figyelmeteket, sziasztok!